Én megköszönöm a választóinknak, akik a HIT listára adták le a szavazatukat. Elfogadjuk a eredményt. Természetesen nem örülünk neki. Ez az eredmény elsősorban én szerintem úgy jött létre, hogy ez a választás nem európai témák mellett zajlott, hanem inkább a szlovák belpolitikai életnek valamiféle tükre. A választók, vagy egy otthon maradt választóink, úgy gondolom egy jelzést szerettek volna adni számunkra, hogy nem nagyon tetszik nekik ez a koalíció, amiben most kormányozunk. És természetesen a himnusz ügy se segített rá, hogyha fél év azelőtt lett volna, vagy nem lett volna egyáltalán, akkor biztosan azért mások lettek volna az eredmények. Hát én úgy gondolom, hogy aki kormányon van párt, annak mindig a számára mindig ott a rizikó, hogy a választó kritikusabban áll hozzá, ugye, mert minden média a kormánypártot figyeli, és plusz az összes ellenzék a kormánypártot kritizálja, ez természetes. Az, hogy az MKP eredménye miért maradt azon a szinten, azt lehet, hogy annak is be lehetne talán tehát úgy is lehetne értelmezni, hogy a választók nem nagyon szeretik a konfliktust. És ez a himnusz, amennyire nekünk ártott azzal is, hogy annyira akkora vehemenciával mutattak rá erre a problémára, ami talán a végén utána visszavettek belőle, de talán már később. Hát ez nagyon jó kérdés, hogy ki fogja folytatni a jogminimum ügyét. Én úgy gondolom, hogy én csak abba tudnák bízni, hogyha egy kisebbségi képviselő csinálná ezt. Én elfogadom Simecska leendő európai parlamenti képviselő felajánlását, amit ma tett a Facebookon, de úgy gondolom, hogy teljesen más dolog egy kisebbségi ügyet támogatni és egy kisebbségi ügyért harcolni. Egy harcolni csak azt tud, aki igazán magáinak érzi ezt a problémát, nem beszélve arról, hogy egy többségi, sőt egy tényleg vezető szlovák párt képviselete prioritásként kezelhetné-e az ilyen témát. Ezért én inkább szeretném valami olyan kollégára rábízni, aki tényleg ezt minden mélységében átérzi. Úgyhogy gondolom, hogy felveszük a kapcsolatot a RMDS képviselőjével, vagy meg meglátjuk. Én tudom, hogy működött ez a kampány. Azt is tudjuk, hogy eleve ilyen vagy még kisebb részvételre számítottunk, tehát egy ilyen kampányt máshogy kell folytatni, mint hogyha egy nagy országos kampány 60%-os részvétellel. Tehát mi nagyon konkrétan megcélzott közösségekre koncentráltunk, azokkal találkoztunk, azokra irányítottuk a marketing eszközeinket is, ezért is volt nem annyira látható lehet, hogy ez a kampány, de annál intenzívebb, és a kollégák részt vettek. Tehát éppen, hogy a HIT már úgy is válogattuk ki a jelölteket, hogy minden régió legyen képviselve, és meg is láthatók eredmények, annyira mi is feldolgozva, de egyértelműen látni, hogy az ottani helyi jelölt tudta mozgósítani azt a régiót, és ahova nem jutott, mert sajnos mindenhol nem jutott a 14-ből, ott látható volt, hogy gyengébb volt ez. Hogyha 32 000 szavazat volt 5 évvel ezelőtt, úgyhogy nem voltunk ebben a koalícióban, hogy nem volt himnuszügy, akkor én 6 000 különbséget nem tartom akkor a tragédiának. Az másik kérdés, hogy mennyire tudtuk mobilizálni. De a mobilizáció viszont egy ilyen választási kampánya nagyon fontos. Egy parlamenti választásnál sokkal fontosabb az üzenet, a politikai üzenet. Tehát nekünk az a fontos, hogy azt tudjuk megadni. Én úgy látom, hogy mindenképpen az együttműködés lenne az a üzenet, ami a választónkat és a többiek választóit és a eddig otthon maradottakat is meg tudná szólítani. Én arra fogom buzdítani a párt kollégáimat, hogy próbáljuk keresni azokat a pontokat, amiken együtt tudnánk dolgozni, együtt tudnánk működni, és ne azokat keressük és láttassuk, amikben nem tudunk. Hát az első lépés mindig az, hogy tisztát le kell ülni. Le kell ülni, tárgyalni, és tisztázni kell azokat a pontokat, amiken tudunk együttműködni. És HIT fogja ezt kezdeményezni? Hát ez nem a én tisztem ezt eldönteni, viszont lesz elnökségi ülésünk, és én ezt fogom vetni, ha csak nem veti fel más.